fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar. Sziasztok, ez itt a Shark Bite. Üdvözlök mindenkit, ma este amit be fogunk mutatni, az a Cigar Night, amit én általában meg szoktam rendezni. Ez minden csütörtök este 8:30-kor van, ugyanis 8-ig dolgozom, úgyhogy körülbelül egy fél óra kell, még odaérek. Ez körülbelül olyan 170-ig számoltuk, és Peti barátommal rendeztük ezeket. 2005-ben... Nem baj, szóval 2005-ben, 2015-ben, amikor elkezdtem szivarozni, utána egy évre rá Petivel elkezdtünk szivarozni, körülbelül egy év alatt eljutottunk kb. A 100. szivarestre, mert eleinte úgy csináltuk, hogy volt egy szombat, meg mondjuk egy hétköznap, amikor szivaroztunk, aztán szépen lassan ez besűrűsödött, így a nyári napokkor, amikor bárhova ki tudunk ülni, akkor szinte majdnem minden nap volt szivareste. Akkor, amikor bejött a tél, akkor érdekesebb volt, pont a szalonspicnél vagyunk, ami az egésznek az alapját képezte. Ez a szalonspic borbárnál van, a Mamutnál a... milyen utca ez? Lövőház. Lövőház utcában. És úgy kell elképzelni az egészet, hogy kihúztuk, amikor esett a hó, kihúztuk a ponyvát. Hó nem esett ránk, és mivel mind a ketten nagyon fázósak vagyunk. Főleg én. Főleg ő, én nem. Akkor beültünk fűtőgombák alá, és akkor ott szivaroztunk állandóan. Általában úgy nézett ki az egész utca, hogy senki nem sétált, szinte alig volt néha-néha egy-egy kószáló lélek. Utána mi pedig ketten végig itt ültünk és szivaroztunk. Egyfolytában beszélt egy óra 20 percen keresztül. Hát én nem szeretnék egy óra 20 percen keresztül beszélni. Neked azt akartam elmondani, hogy a Varga Dadi edzett engem, és ővel tök jó edzeni, mert utána semmihez nincs kedvem a nap hátralévő részébe. Hát egyelőre ennyi. Pokival együtt edzettem nagyon sokáig. Rettentő fejlődést ért el. Elértem azt az összes edzéseink alatt, hogy
hát utána nem volt kedve semmit csinálni, hogy ő fogalmazott. Mindenki azt hiszi, hogy a szivareste az azért van, mert kötelező szivarozás van itt. Ezt soha nem hittem, én mindig azt mondtam, hogy a szivareste az azért van, hogy leüljetek, beszélgessetek, egy jó időt töltsetek el együtt, és utána mindenki szépen hazamegy. Pont ez benne a lényege, hogy kötetlen az egész. Néha-néha szoktunk olyant rendezni, amikor vagy a Peti, vagy én előadjuk azt, hogy igazából a szivar az miből áll, milyen részei vannak, hogyan készítik a szivarokat. Általában te? Általában én. Elmondjuk azt, hogy honnan jön, hogyan kell rágyújtani a szivarra, hogy mi az a szertartás, amit itt egész végig igazából meg kell. Át kell vezetni az egész szivarozás alatt, mert pont az benne a lényege, hogy a szivarnak, hogy meg kell adni a minőségét. Ez nem egy cigi. Teljesen különböző a két dolog. A cigit megfogod futás közben, idézőjelbe, vagy sietsz A-ból B-be, elszívod, gyorsan eldobod. Vagy éppen kimész egy 3 percre a kaja után, és elszívod a cigidet. A szivar az soha nem ilyen, még egy nagyon kicsi szivar is, amit Madurónak hívunk például, annak is az elszívása 40-50 percig tarthat akár, vagy egy nagyon vékony, egy vékonyított Maduro is, például egy Vegafénának az elszívása az akár 30-35 percig tart. Tehát add meg a szivarnak azt a tiszteletet, ami neki jár, és próbálom ezt nyilván minden egyes szivaresten továbbadni. Remélem tudtatok egy kis betekintést nyerni a szivarestünkbe. Úgyhogy ha úgy gondoljátok, akkor tényleg gyertek el, és akár el tudtok velünk tölteni egy 2-3 órát, akár beszélgetéssel, akár szivarozással. Ha támogatni akarjátok az adást, akkor azt a patreon.com-on tudjátok, patreon.com/dannybuilding, vagy csak a Patreonra beléptek és a Danny Buildinget megkeresitek. Hogyha Instagramon, illetve Facebookon, vagy akár itt a YouTube-on akartok követni, akkor mindenképpen a Danny Building Y-nal a Danny Buildinget írjátok be, és ne felejtjétek el itt a YouTube-on benyomni a kis harangot, amivel mindenképpen fogtok kapni értesítést arról, hogyha egy új videó van. Kövessetek minket, köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, és köszönöm nektek, hogy megnéztétek. Szép estét, sziasztok!